Rendőrség, jöjjön az ajtóhoz, nem esik bántódása! Lövések! A bűnözők sosem pihennek. Miért fogdos? De a zsaruk sem. Itt a kutyás rendőr! A frontvonalban harcolnak. A hátsó kertben van. A legjobb Nottingham-síri rohamjárőrök. Mozgás! Magasan képzett üldözésre szakosodott sofőrök. Belém jött. Édes Istenem! Nem áll meg! Speciális behatoló osztag. Rendőrség! Kereső osztag. Ott a lőfegyvered. És a rohamjárőrök. Ne mozduljon! Kutyával vagyok, le a földre! És a bűnözőket kiiktató... Szedjék le rólam! Kutyás egység. Ne ellenkezzen! Akárhol van bevetés... Nyugodjon le! Sosem hátrálnak meg. Nyugodjon le! Mert ha üt az óra... Le a földre! Jönnek a rohamjárőrök. El lehet húzni! Szép nap az irodában. A mai adásban... A rossz oldalra tévedt. Rossz sávban menekült el. A típek egy kissé erőteljesen kanyarodik. Sok sérülés van rajta? Igen. Azok ott? Igen, sok mindent meg kell javítanunk. Aztán a Cannabis Farm lebukása jó hír Lee-nek. Ez valakinek egy rossz nap. Rohamjárőrök. Szombat este van Nottinghamben. A csajok szépen felöltözve, a srácok itt vannak és a város élénknek tűnik. A bűnöző rétegnek is ez a boldogság órája, ahogy Kai és Lee zsaruk is jól tudják. Bármelyik tolvaj, ha tudja, hogy az emberek nincsenek otthon, mert barátokat látogatnak meg, feltörheti az autókat, betörhet a házakba, és ezekből az autókból is lophatnak, a kocsik feltörésével. Nem telik el sok idő, mire egy megfigyelő kamera egy lopott fekete Renault Kadjart vesz észre a város északi részén. Kai-nak van egy megérzése, hogy merre tart, és az ösztönei beigazolódtak. Ez az! A sofőr meglátta az X5-öst, és úgy lelépett, mint egy rabló Kadjar gogó. Nem áll meg. A sebesség 110 km/h. Nagy kockázat. Fékezés jobbra, 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 Mansfield Road, a Goose Fair Island felé. A sofőr talán még mindig jelez, de a következő mozdulata már nem az autópálya szabályzat, hanem a vörös kód. Nézd, a rossz oldalra ment. Igen, oda. A Renault három emberrel majdnem egy tonnával a rossz irányba robog. Jelenleg közepes a kockázat. Mivel kicsi a szembejövő forgalom, az üldözés biztonságosan folytatható. A sebesség 110 km/h, nagyon gyér a forgalom. Ismét a rossz oldalon. Ha azt tervezi, hogy felhagynak az üldözésével, akkor rossz éjszakát választott. Semmit sem látok. Alig van forgalom az úton, még mindig 130 km/h. 8-0. És ilyen kihalt utakon nincs hová elbújni a járőrök elől. Az A60-on kifelé? Igen, A60 kifelé. Épp most hagyjuk el a Woodthorpe Drive-ot. Ez a sofőr csak arra vár, hogy balesetet okozzon. Össze fog ütközni. Nagy kockázatot vállal. Neki ment a járdaszegélynek. A járdaszegélynek ütközött. A valószínűleg sérült kerekekkel elveszíti az irányítást. És egyenesen a lámpaoszlopnak csapódik. Az utasok kiszállnak, de Lee csak a sofőrre figyel. A sofőr kiszállt. A vélkocsma hátsó részén. A tekörizlénem vagyunk. A parkban, balkész felől. Egy pokoli ütközés során a sofőr valahogy eltűnt. De a sasszemű Kai jól megnézte. Fekete férfi. Fekete kendő, fekete ruházat. Hová tűnt? Szerintem lefeküdt a földre. Ha bújócskázni akar, akkor kezdődjön a játék. Aki bújt, aki nem, jövök. Csatlakozna hozzánk valaki a parkban? Azt hiszem, a földön van. Én KY vagyok, egyáltalán nem jött ki.
Most, hogy más egységek is körülvették a parkot, már csak ki kell füstölni. 218-as, itt a kutyánk. Csak győződjön meg róla, hogy teljesen el van zárva. De a kutyát pórázon tartják, mert a park felső részén akció van. Maradjon ott! Maradjon ott! Kai gyorsan elindul át a hídon oda, ahol Rob a földre szorít egy fickót. Igen, ő az. Az ő emberük. Letartóztatom veszélyes vezetés, gépjárműlopás és megállás elmulasztása miatt. Jogában áll hallgatni, de bármi, amit mond, felhasználható ön ellen a bíróságon. A sofőrön bilincs van. Elkaptuk, és bűzlik a sörtől. De az utasok egyelőre kicsúsztak a kezük közül. Az egyik bordópólóban, a másik feketében volt. Átfésülik a környéket a szökevények után, míg a szesszagú bandatagot tesztelik. Nézd meg, hogy van-e alkoholszonda. Igen, van. Ám a sofőr hirtelen rosszul lesz. Mi a baja? Jól van? Valamiféle rohama van. Vagy csak remeg, mert fázik? Hall minket? Igen, jól van. Igen. Van púzusa és lélegzik. Üljön fel, szívjon egy kis friss levegőt. Így né. A fiú szerencséjére Kai és Lee haladó elsősegélynyújtó. Lefektetem stabil helyzetbe, ha nem kap levegőt. Hozz egy orrszondát, felteszem, ha légzési problémái vannak. Igen. Van valami gyógyszeres karkötője? Nem látok semmi ilyesmit. Átnéztem tetőtől talpig. Nincs más sérülése. Nem vérzik sehol. Erős a pulzusa és hörög. Biztosítaniuk kell, hogy elegendő levegő jusson a tüdejébe. Be fogunk dugni egy csövet az orrába, hogy segítsük a légzését. Csak ellenőrzöm a légutakat. Nincs elzáródás. Tiszta. Minden rendben van. Bár az a cső segíti a légzést, nem kényelmes. Na tessék. Jaj, ne, minden rendben. Mi csak... Csak biztosítjuk, hogy tudjon lélegezni. Ez segíteni fog a légzésben, barátom. Vegyen néhány mély lélegzetet. Ez az. Úgy tűnik, sikerülni fog. Csak tájékoztatom, hogy a fogvatartott férfi nem reagál. Első segélyt nyújtunk neki, megtisztítjuk a légutakat egy orrszondával, és most oxigént kap. Egy mentőautó érkezik, hogy átvegye az orvosi feladatokat. Minden értéke rendben van. Jó. A fiúk visszatérhetnek a baleset helyszínére. Egy járdaszegénynek ütközött nagy sebességgel, és nyilvánvalóan az első és a hátsó kerék is megsérült ugyanazon az oldalon. Azt hiszem, szerencséjére a forgalmi oszlopnak ütközött, nem pedig a falnak. Kai és Lee üldözésükkel és elsősegélytudásukkal jól végezték a munkájukat. A Renault bár sérülten, de hazafelé tart. Azt hiszem, megnyugtató a közvélemény számára, hogy tudják, elkapjuk a lopott autókat. És nem csak az autókat, hanem a sofőröket is, akik időnként tapasztalatlan fiatalok. A férfi teljesen felépült. Később bűnösnek találták járműlopás, veszélyes vezetés, biztosítás és jogosítvány nélküli vezetés miatt. 17 hónapig rács mögött lesz. Phil Mitchell? Igen. Igen. Igen, ő az, ő az. A lármás csoportokkal való foglalkozás a járőrök számára mindennapos. Kihoztuk az embereket a pajtából. Nyugodtan elmondhatja, mi Barnsley, történt. S7-0, tegye fel a térképet. De tudják, hogy a nagyszájúak gyakran azért hangoskodnak, hogy eltereljék a zsaruk figyelmét valamiről. Csak nézzetek át néhány rendszámot a csomagtartóban. Amikor több emberrel van dolgod, gyakran előfordul, hogy egy-két ember a csoportból megpróbálja elterelni a figyelmedet azzal, hogy elszalad, vagy játszadozik, vagy csak zavar, hogy elterelje a figyelmedet arról, ami valójában történik. És ha többen vannak, akkor nagyon nehéz, mert a többiek is bekapcsolódnak. Szóval nagyon kell figyelned, ha egynél több emberrel van dolgod.
Ma este a késes bűnügyekre specializálódott operatív járőrcsapat tagjai figyelnek. Kent Tinley és Jessica Ashford ügyeletben van. Már úton egy gyanús autóhoz, amit Észak-Nottinghamben láttak. A járőrök Nottinghamnek azon az oldalán figyelik a járművet, amely egy zsák utcában parkol. Közel egy olyan helyszínhez, ahol a közelmúltban feszültség volt. És gyanús egy bizonyos autó. Valami nem stimmel vele. Ezért segíteni fogunk nekik. Ha a járőrök azt érzik, hogy valami nincs rendben, akkor az általában úgy is van. Hát, ha utol tudom érni őket, mert Gav mindjárt megállítja a járművet. A kocsi elindul Gav Hollal az élen. Igen, jobbra, 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 Hucknall lén, egyenesen, Hucknall. Megállítom. Gav nyomja a blues-t, és felkapcsolja a villogót. Nem áll meg. A helyzet percről percre rosszabb. Az időt húzzák. Azt mondanám, hogy valamit elrejtenek. Gav úgy érzi, valamit el akarnak rejteni. Megjátsszuk a hülyét, amíg ide nem érsz. Ken és Jessica hamarosan a helyszínen van, a késes bűnügyi csapat többi tagjával együtt. Négy ember van a kocsiban, és már is gyanús szag érződik. Láttam, hogy a spanglit is elszívtad. Igen, tesó. Csak dobd ide nekem, és majd én elintézem, majd én elintézem. Csak ugor ki a kocsiból. Két srác is kiköhögte, hogy kanabisz van nála. Van nálam fű. Tudom, ha ez a kanabisz, haver, én nem. Meg kell birkoznom veled, de a kanabisz nem érdekel. Amíg Ken az egyik utassal foglalkozik, Jessica-nak egy másik utassal van dolga. Szóval a járműnek drogszaga van, nem igaz? Szóval... Igen, ez az enyém, ez fű, igen. ez fű van benne. Igen, nos, ez rendben van. Én mondom neked, ez egy miért nehéz időszak. Ilyen? Nem beszéltem, ez idegesítő, alkalom. Idegesítő. Figyelj rám, ez idegesítő. Most nehéz időszak van, a barátom meghalt, meglátogatjuk az anyukáját, csak... Igen, hagyja, csak és én engedje meg, de... csak engedje meg! Elkobozza a füvet, igen, elkobozza a füvet, kutatni, és nem hagyja, oké, átkutatjuk. Igen, király, átkutatjuk, az anyja. A fickó egyre izgatottabb. És Matt Daly, a késes bűnözés elleni csoport őrmestere közbelép. Oké, meg fogják igen, motozni. Igen, király, motozás, van nálam fű. Motozás, kutassanak át. Ne legyen már ilyen. Ne hadonászonak ezével. Felbosszant ember, motozzon meg, tesó, csak motozzon meg. Oké, megbilincseljük. Tegye a dolgát. Igen, megfogom. Kutasson át. Miután megbilincselték, Matt teljesíti a kívánságát. Azt mondta, hogy van magánál valami? Van nálam fű, csak kutassanak át! Hol van? A zsebemben van, keresse meg, ott van. Oké, kezdjük ezzel. Miközben a motozás folytatódik, az egyik srác hirtelen beleköt Dan Motisóba. Miért engem motoznak meg? Ok nélkül rángattak meg, tesó, a barátom anyukájához megyek. Vissza! Nyugalom! Mi a fene van magával, tesó? Mit csinál? Idióta! Maga barom! Mivel a dühös férfi agresszívan közeledett, de nem tehetett más, mint hogy ellökte magától. Ne érjen hozzám, tesó! És elszabadul a pokol. Miért csinálja ezt meg a faszfej? Ki a faszfej? Az emberem ott. Ő a bátyám. Miért csinálja ezt? Le kéne higgadnia, nem? Csak egy kis dulakodás, mint... Ó, Istenem! Miért csinálja ezt? Beszéltem ezzel a sráccal. Látja, mit csinált a kollégája? Nem láttam semmit. Nem látott semmit? Nem, mi folyik itt? Nem értem, mi folyik itt. Igen, hadd csomagoljam be ezeket. Ha ez csak egy kis fű, a viselkedésük túlzásnak tűnik. Agresszívek. Ez olyan, mint egy színjáték. Azt hiszem, van itt valahol valami más is. Ken már több mint 9 éve dolgozik a rendőrségnél. A tapasztalata azt súgja, hogy valami másról van szó. Az emberek nagyon izgatottak, de ami engem aggaszt, hogy ez talán valamiféle trükk, hogy megakadályozzák, hogy találjunk valamit, hogy eltereljék a figyelmünket valami másról. Nézz rám, ne nézz a kocsimra típusú forgatókönyv. Szóval csak alaposan át kell kutatnunk az autót, és lehet, hogy csak egy kis kanabiszról van szó, de nem tudom, egy kicsit feszült a helyzet. Valami oka van, hogy a fiúk agresszívak, és az a kocsijukban van. Tehát találtunk egy kis mennyiségű kanabiszt a járműben. De úgy tűnik, hogy van egy eldobható telefon, ami tele van dealer névvel. A kocsi különböző rekeszeiben kanabiszt rejtettek el, például egy cipős dobozban, egy cipőben. Mérlegeket és készpénzt is találtak.
Letartóztatjuk kanabisz birtoklásának és terjesztésének gyanúja miatt. Jogában áll hallgatni, de bármi, amit mond, felhasználható ön ellen a bíróságon. Az utas figyelemelterelő taktikája ellenére a csapat remekül helytállt. A késes bűncselekményekkel foglalkozó csoportban elég szerencsések vagyunk, hogy 5-6-7 fős csoportokban dolgozhatunk. Előfordulhat, hogyha ezt a kocsit egy rendőr állította volna meg, vagy ha szerencséjük van, akkor talán 2 rendőr, és van 4 zaklatott, agresszív férfi, akik nem fenyegetőznek, de ugrálnak és agresszívak, akkor azt hiszem, ez néha visszatartja a rendőröket attól, hogy alaposabban átkutassák a kocsit. Matt erősebb indítékot keres az útmenti pantomimozásra. Ha nem szántak időt arra, hogy elrejtsék ezeket a 300 méteres útjukon... Igen, igen. Valami más dolgot kellett elrejteniük, nem igaz? Valószínűleg az A-osztályúakat találjuk a nadrágjukban. Aha. A srácok a börtönbe mennek motozásra. Bevisszük, aztán levesszük a bilincset, a letartóztatás körülményei. Szóval magánszemélyekről van szó, egy gépjármű vezetőjéről, akit a Hacknellénen állítottak meg. Ő volt az egyik a 4 utas közül, akit a kábítószerrel való visszaélésről szóló törvény alapján ellenőrzés céljából őrizetbe vettek. Amíg Kenny és Jessica a sofőrrel foglalkozik, kollégáik átkutatják az utasokat, és úgy tűnik, hogy a gyanújuk beigazolódott. A földszinten épp most került sor a motozásra, és egy rakás A-osztályú drogot találtak. A 2 utasnál mindkettőjük nadrágjában rejtett tárgyakat találtak. Egyiküknél heroint, a másiknál pedig 1 gram füvet. A nyomozás az A-osztályú kábítószerrel kapcsolatban folytatódik. Szép szappanos vasárnap van. A legtöbb járőr tudja, hogy az erő a csillogó kerékben lakozik. Kikészül a karom. Van néhány csodás autó a flottában, de nem mindegyik hangzik jól. Mint a Skoda VRS. 242 ló. Nulláról 100-ra valamivel több mint 6 másodperc alatt gyorsul. 250 a végsebessége. Ez jutott Jen Elsnek és Quantum rendőrkutyának, akik egy 5-ös BMW-vel versenyeznek, hogy találkozzanak. Kettő-kettő, most az egységeknél vagyok. Olyan mercit keresnek, amelyet elvittek, de nem adtak vissza. Ez egy kék cabrio Mercedes, C200. Alapvetően egy Mercedesről számoltak be, amelyet csalással vittek ki. Egy vadonatújról, ami észak felé tart. A terv az, hogy megállítsák a Mercit taktikai üldözéssel és elzárással. A típek részt vesz, nyilvánvalóan taktikai okokból. Több jármű is érkezik. Használhatok 3 típek autót a megelőző taktikához, amit az A1-en fogunk alkalmazni. Ott van a típek csapat 2 autóval, és mi meg a másik kutyás járőr. Jen is kapott típek kiképzést. De azért van itt, hogy segítséget nyújtson arra az esetre, ha a sofőr elmenekülne. És hátul leszünk, mint egy biztosító tényező, ha el akarnak szökni. Második sáv, Rush és Ridley, észak felé. A lehajtón áthaladva az 5. sávban. Ezek mi vagyunk? Igen. A Merci előre halad az A1-esen, majd 3 nagy teljesítményű autó gurul ki. Azt hiszem, Mark mögöttünk van. A feltehetően lopott Merci előtt egy mérfölddel egy jelöletlen egység várakozik. Van egy piros biztonsági zónánk, de csináljunk egy sávos elzárást. A csapat gyors munkát végez ezen a szakaszon. Van egy piros biztonsági zónánk, de csináljunk egy sávos elzárást. És Jennek van egy közeli ülése a boxhoz. A hátsó biztonság be van kapcsolva. Egy autó elől, egy oldalt és egy hátul érkezik. Várj, várj! A fickónak csak le kellene lassítania. De pánikba esik, a másik sáv közepén az oldalsávnak csapódik, így a hátsó egységnek nem marad más választása, mint a Merci hátulja. Megvan, megvan! De ez egy sikeres megállítás volt.
Quantum izgatott. De a Mercit csalárdmódon bérlő sofőr már bilincsben van. Van magánál jogosítvány? Mi van? Jogosítvány, bankkártya, bármi? Nálam van a kártyám. Nincs jogosítvány a férfi táskájában, sőt, nem szerepel az adatbázisban sem. Nem ment át a teszten, ami megmagyarázhatja, hogy miért taposott a pedálra, és miért okozott balesetet. Louis, tudod vezetni az autót? Meg akarom szabadítani az úttestet, hogy átvizsgálhassuk. Akkor csak megtisztítjuk az úttestet, elviszük őt és a kocsiját az Igen. őrse, és kihozunk néhány keresőcsapatot. Igen. Igen, állj ki, értem. Menj oda a rendőrautóhoz. Megállítottuk, de nem sérült meg. Mi sem sérültünk meg. A rendőrautó kicsit összetört, de ez javítható, nem? Annak ellenére, hogy szinte új, a bérelt autó rossz állapotban van. Egy cigi ég benne, a te oldaladon. A zsaruk azt gyanítják, hogy szállítóautónak használták a bűnözők közösen. Azt hiszem, ezt most adták át, és még csak nem is vagyok meggyőződve arról, hogy ő az eredeti bérlő. A szállítóautók általában nagy teherautók. Ez a Merci nem tűnik annak. Igen, ez egy kisebb jármű. Az autószeretők számára ez egy bűncselekmény. Ez egy 69-es kabrió Mercedes, és egyáltalán nem érdekli őket. Ez nyilván sok pénzbe fog kerülni a kölcsönző cégnek. Nem lesz olcsó megjavítatni. Sok sérülés van rajta? Igen. Az ott? Igen, sok mindent meg kell javítanunk. Az A1-esen fékező férfi nem állt összefüggésben a Merci csalárd bérbeadásával. A lopás ügyében további intézkedés nem történt. Mindazonáltal jogosítvány és biztosítás nélküli vezetésért elítélték. 8 pontot kapott, plusz pénzbírságot, és összesen 154 fontot fizetett. Rendőrség, maradjanak ott, ahol vannak! Rendőrség! A térségben egyre több a cannabis farm. Ezek a növények valószínűleg 2 méter magasak. A nottinghami járőrök lefoglalják a zöld növényeket a házi telepekről. Úgy néz ki, hogy körülbelül 18 növény van itt. Egészen az ipari üzemekig. A szag nyomasztó. Nem szeretnék sokáig itt dolgozni. És a szervezett cannabis kereskedők kedvenc helyei a bérelt lakások. Egy termesztéshez sok helyre van szükség. És a bűnözők nem akarnak cannabis farmot tartani a saját otthonukban. Ezért rendszeresen kibérelnek egy ingatlant, néha álnéven, hogy ne lehessen visszakövetni őket, és azt az álcát alkalmazzák, hogy ez egy valódi bérlemény, hogy egy családi ház lesz. De valójában az egész ingatlant kannabiszgyárra alakítják át. Minden egyes négyzetcentimétert, amit kannabisz termesztésre használnak, felhasználnak, és mivel ez nem az ő tulajdonuk, nem törődnek az okozott kárral. Egy bejelentés alapján Lee Friss és Louis Marshall rendőrök egy lakótelepen lévő cannabis farmra igyekeznek, Esplibe. Tehát egy cannabis farmot bontanak le. Egy furgon tolatott az ajtóhoz és cannabis szagot áraszt. Valaki jelentette, ezért számos autó megy oda, hogy megnézzük, el tudjuk-e kapni a furgont. Azt remélik, hogy elkapják a gazdát a terméssel együtt, ami gyors akciót igényel. A fiúknál van a nagy piros kulcs, és gyorsan oda kell érniük. Bravo, 1-2, van valami jele a kinti furgonnak? Balra, aztán a telephely ott van balra. Olyan, mint a Bridewell Nick parkolója. Rengetegen vannak. Ed farmer furgonja még mindig kint áll. És úgy néz ki, mintha nem kívánt látogatókat vártak volna. Ott van egy kamera, ami mindent lát. Az ablakokat letakarták, és belülről nem érkezik válasz. Azonban a járőrök azt hiszik, hogy valaki otthon van. Úgy tűnik, mintha égne odabent a villany.
Van itt egy nagy piros, meg egy fűrész. Szóval meg tudjuk csinálni. Lee operatív fegyverparancsnok. De ma este a behatolási módszereire van szükség. Ez a hátsó ajtó használhatatlan, úgyhogy jobb, ha egy piros kulccsal jössz be. Mi az, fa? Igen, az csak szemét. Most már mehetünk. Tessék? Most már mehetünk. Louis már alig várja, hogy lebontsák az ajtót, de előbb zöld utat kell kapniuk az irányítástól. Szóval jelenleg mindannyian várakozunk védőfelszerelésben, és várjuk az engedélyt a behatolásra. És ha megvan, akkor csak úgy betörik az ajtót. Az információk alapján kannabisz termesztenek. Rendben, király, akkor csak belépek. Mehet az ajtó, engedély megadva. Egy ajtó megvan, de egy még hátra van. Megpróbálod betenni azt a lemezt? Igen, menj csak, adj egy kis helyet. Igen, igen. Rendőrség! Két fickó van az ingatlanban. Maradjon, ahol van! Maradjon, ahol van! Előről, rendőrség, előről! Maradjanak ott, rendőrség, ahol vannak! Ne mozduljanak! Lakók az ablakokon keresztül próbálnak menekülni. Igen, a hátsó ablakot találtuk meg. De ennyi zsarúval a háznál, a menekülés esélye nulla. Mindkettő megvan? Igen, van egy hátul és egy elől. Két férfi bilincsben. Mindkét férfit elfogták, és hamarosan kiderül, miért ugrottak ki az ablakon. Bingo. Az egész bérelt házat kannabiszgyárrá alakították át. Valakinek rossz napja van. 50-60 növény van itt. Ugyanez a többi szobában is. Elég jó munka. És égeti a fejemet. Minden egyes zugban kannabisz nő. Ez egy lépcső felfelé, amit a ponyvák takarnak, de még egy polcot is tettek a tetejére, ahol egy kis palántázót tartanak. Teljes térkihasználás. A főbérlő semmiképpen sem tudhat erről, tehát ez valaki, aki csak bérli az ingatlant, és ezek az emberek épp most tették tönkre a házát. A járőrök egy komolyan szervezett akciót hajtottak végre. Szóval átalakították az első szobát, és átjöttek a konyhába. Csövek vezetnek be a víz előállításához, ez pedig a szellőztetés, hogy a levegő keringjen a házban. Ezzel tönkretették valakinek a házát. Ez egy kifinomult berendezés, ami becslések szerint 6 számjegyű kannabiszt termel. Ezek a bandák és ezek az emberek, akiket elkaptunk, valószínűleg nem kapnak túl sok pénzt azért, hogy itt éljenek, és szó szerint az egész életük arról szól, hogy ezeket a kannabisz növényeket gondozzák. Még egy rendes ágy sincs, nézzék! Egy pár fadarab, egy matrac, és ott élnek, hogy minél több helyet csináljanak a kannabisznak. Nagyon kedvesen felcímkézték nekünk az összes szobát. És van egy szoba, ami a zöld újjúaknak van fenntartva, rácsokkal. Három férfit találtak bűnösnek kannabisztermesztésben, és 9 hónapra, 8 hónapra és 5 hónapra lecsukták őket. Legalább lesz ágyuk. Becslések szerint 1 millió biztosítás nélküli sofőr van az Egyesült Királyság útjain. Mikor kötötte meg a biztosítást? Ma este felhívok valakit, hogy ma este kössön biztosítást. Szóval még nem kötött biztosítást? Még nem. És azok, akik nem teszik meg a megfelelő lépéseket, mindenki másnak ártanak az utakon. Nem csinálok semmi rosszat, uram. De igen, mert nincs biztosítása. Minél több embernek nincs biztosítása, annál inkább emelkedik a tiéd, az enyém, mindenki díja. Úgy értem, ennek valószínűleg rengeteg oka van. Néhányan tényleg nem engedhetik meg maguknak, mert egy öreg járgánnyal járkálnak, amit pár száz fontért vásároltak. És ennek a négyszeresébe fog kerülni a biztosítása. Talán azért nem tudnak biztosítást kötni, mert lehet, hogy 12 pont van a jogosítványukon, vagy eltiltották őket, ezért nem kapnak biztosítást, vagy ha mégis kapnak, akkor több ezer fontot kell fizetniük egy pár száz fontot érő autó biztosításáért. Szóval nem fognak ezzel foglalkozni.
Carl és a kormánynál Greg abban reménykedik, hogy ma este elkapja a Vectrában a két fiatal srácot. Ez a Vectra, biztosítva Richard Wright nevére, Newcastle-ben, Staffordshire-ben. Nos, Richard Wright 50-es születésű, szóval kétlem, hogy ő az. A fő biztosított egy 70-es éveihez közelítő férfi, de ez a sofőr úgy néz ki, mint egy fiatal csirke. Ideje felborzolni néhány tollát. Carl átveszi a vezetést. Ez a maga kocsia? Igen, ez az én autóm. Kinek a nevére van biztosítva? Enyémre. És van nálam egy kép. És? Ki másnak van még biztosítása? Nálam van egy kép. Én vagyok. Én vagyok a harmadik sofőr, és van egy második sofőr. A férfi azt állítja, hogy egy másik személy biztosításának nevesített sofőrje. Ezért ki kell deríteniük, hogy kié a főbiztosítás. Ki a második sofőr? Az unokatestvére. Az meg ki? Igen, nem fogom mondani, mert a neve Adam. Igen. De a másik neve... Hogy nem tudja a nevét? A lengyel neve Adam, így hívjuk. Akkor mi az igazi neve a biztosítási kötvényen? Nem vagyok benne biztos, az igazat megvan. Hogyhogy? Hogyhogy nem tudja, ki az unokatestvére? Az unokatestvérem. Rendben, ugorjon ki. Nem probléma. Úgy tűnik, a sofőr nem ismeri fel az unokatestvérét, Adamet. Hello. 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 Hány éves Adam? 25-26. 25-26 éves, igen? A biztosítási kötvényen szereplő személy nem 23 vagy 24 éves. Nem, ő a 20-es éveiben jár. 25-26 éves. Igen, így van. De ez nem igaz, ugye? De igaz, az igazat mondom. Nem igaz. Ideje horgászni. Van Priusza? Igen, már letartóztattak. Letartóztatták? Igen. Miért? Mert biztosítás nélkül vezettem. A fickót előzőleg is Carl miatt kapták el. Biztosította valaki másnak, hogy olcsóbb legyen. Azt hiszem, ezt tette, ugye? Ó, igen. Ezt csinálta, ugye? Igen, bizony, így van. Ez egy gyakori átverés. Véletlenszerű néven kötnek biztosítást, hogy alacsony legyen a biztosítási díj. De Carl vergődő hala ragaszkodik hozzá, hogy Adam unokatestvére legális. És ez az ő neve? Adam. Mi a vezeték neve? Wright. Maga hazudik. Ne hazudjon tovább, mert nagyon felbosszant vele. Hol lakik az unokatestvére? Nem, Londonban. Tessék? Nottinghamben. Nem. Nottinghami, de Leedsben él. Nem, próbálkozzon tovább. Greg már mindent látott. Nem maga az első ember ma. Nem is beszélve erről a hétről, nem is beszélve az évekről, amióta ezt csinálom, aki megpróbálta ezt a biztosítóval megcsinálni. Tudjuk, mit csinál. Mindenki ezt csinálja, és állandóan ezt csinálják. Nem ismerik azt a személyt, akit a biztosításon megneveztek. Még a nevét sem mondják ki helyesen. 70 éves. 70 éves. 70? Igen. És nem él egyik helyen sem, amit mondott. Tehát a biztosítást egy hete kötötték meg. Hamis címmel adta meg azt a másik szemét, aki nem is létezik, és aki 70 éves. És azért tette, hogy a biztosítási díja alacsonyabb legyen. Mindenki ezt csinálja, állandóan. Nem vagyunk hülyék. Ez azt mutatja, hogy önnek van biztosítása az autóra, de csak csalás útján, mert nem is ismeri ezt a másik szemét, aki a biztosított. Ez a csel többe fog kerülni a fickónak, mint amennyit megspórolt. Nincs értelme hazudni, mert csak rosszabbul fog járni. És most lefoglaljuk az autóját. 6 pontot kap a jogosítványára, és fizetnie kell, hogy visszakapja az autóját. Szóval elviszi a kocsimat? Igen, elviszem. Mert tudja, nem akarja elmondani nekünk, és hazudik róla. És ez az, ami még jobban felbosszant. Ha őszinte lenne, akkor megoldhatnánk a dolgot. Őszinte vagyok. Nem az. A jó zsaru nem működik. Itt az ideje a rossz zsarunak. Megmondom, mit fogunk tenni. Mert hazudik nekünk. Letartóztatjuk és bevisszük a rendőrségre. Jó? Nem. Vagy akar őszinte lenni velünk a biztosításáról? Én őszinte vagyok. Tessék? Szóval én nem. Akkor mit tett a biztosításával kapcsolatban? Kötötte. Igen, persze. Rendben, akkor letartóztatjuk és bevisszük a kapitányságra, mert elegünk van magából. Greg nagylelkűnek érzi magát, és ad neki egy utolsó esélyt. Adam Wright nem létezik, ugye? Adam Wright? Igen.
Nincs egy Adam Wright nevű unokatestvére, ugye? Nincs. Nem, szóval hazudott nekünk. Igen. Megtenné Adam és Eva. Szóval nem ismeri Richard Wrightot, aki 70 éves és Stoke on Trentben él. Szóval az fog történni, hogy el fogjuk venni a kocsit, és feljelentjük a bíróságon biztosítás nélküli vezetésért. Ami azt jelenti, hogy a fiú és utasa számára másik közlekedési eszközt kell találni. Mindannyian gyalog mennek, jó? Miért gyaloglunk? Miért? Hideg van, nem igaz? Vigyen el a BMW-vel! Nincs hely. Ó, rengeteg hely van. Nem, nincs hely. Beférek a csomagtartóba. Nem fér be. Akkor mi van a pandás autóval? Egy újabb biztosítás nélküli sofőr az utakról. A rendőrök végül kipréselik belőle az igazságot. Folyamatosan hazudnak nekünk, és általában meg tudjuk mondani, ha valaki hazudik nekünk, ami most is így volt. Azt hitte, hogy megúszta a dolgot, de szerencsétlenségére mi tudtuk, hogy hazudik, és a végére jártunk a dolognak. A fickót bűnösnek találták biztosítás nélküli vezetésben, és 660 fontra büntették. Jim és Daniel járőrök számára ez egy csendes nap volt, de remélik, hogy változik a tempó. Ma még semmi izgalmas nem történt, de úgy érzem, még lehet. Egy jó autós üldözésre vágyom. Bejön egy hívás. Lehet, hogy ez lesz az az epikus üldözés, amire Jim vágyik? Ez egy 22 font értékű benzinlopás. Nem éppen az évszázad rablása. A Gregory Boulevardon van kelet felé. De a jármű mozgásban van. Nem vagyunk messze. Egy másik egységgel a hátuk mögött követik a Seatot. Sierra Kilo Mobile, közvetlenül mögöttetek leszünk. Te vagy a tipekes? Igen, igen. Igen. 2NH, megvárjuk a többi tipek egységet, hogy csatlakozzon hozzánk. Jim egyszer birkózott és lefegyverzett egy fegyveres fickót. De ez az első 20 fontos benzinrablása. És balra, a Broxton Streetre, normál sebességgel. A benzinkutas megelőzte a zsarukat. Jól ismer minket. Igen, megkaptuk. Megnéznéd, hányan vannak a járműben? Egy utas. Egy felnőtt férfi van benne, és jobbra vagyunk a Woodville Roadon. De ahelyett, hogy gázt adna, inkább a háztömb körül kering egy csapat rendőrrel a nyomában. Nem hiszem, hogy el fog menni. A jármű csak 20 km per órával halad, talán csak természetesnek akar tűnni. Sajnálom, Jim, de ez inkább egy Miss Daisy sofőrje ügy. Balra, és a tipekes autókkal együtt halad. Ha akarod, de Sierra Kilótól elvehetjük. Balra tartunk, balra a Merrow Street, és most három tipek autó van a céljárművel. Egy magasan képzett sofőrökből álló trióval a háta mögött a gázszerelő jó döntést hoz. Természetesnek tűnik, ahogy a közeli csapathoz érkezik. Ha itt le akarsz csapni, csak körbe kell keríteni. 2NH, a jármű megáll. A jármű nem sérült meg, nincs kapcsolat. Nem kockáztatnak. Egyenesen bilincsbe verik. Sofőr kiszállt és őrizetbe vették. Más utas nincs a járműben. Ez a maga kocsia? Igen. Mióta van benne? Mióta ül benne? Ma is vezette? Ma? Egy órája. Egy órát vagy valamennyit. Kaptunk egy bejelentést, hogy látták ezt a járművet lopás közben. Ellopott néhány dolgot egy Nottinghami benzinkútból. Körülbelül egy órával ezelőtt. Ez a jármű itt. És ez az ön járműve. Ön vezette, önhöz tartozik. Ezért állítottuk meg, oké? Aha, rendben. A férfi angolja nem valami jó, de vannak kérdések, amikre válaszolnia kell. Hol volt ma? Hová ment? Flogász. Volt a Flogászban? Igen, voltam. És miért? A benzintartája, a benzin miatt. Benzinért? Igen. Fizetett? A tantusz végre leesett, de nem úgy tűnik, hogy a bolt kasszájába. Elfelejtettem. Elfelejtett fizetni? Igen, elfelejtettem. Jaj, ne.
Ezért. Elfelejtette. Ez... Van kártyám, meg minden. Ez valamiféle belépő? Igen, ő az. Lehet, hogy elfelejtette kifizetni a benzint. Igen. Oh. Elfelejtette? Hát ez könnyen megesik. Igen, persze. Hát igen. Nem jó dolog ez, ugye? Daniel nincs teljesen meggyőzve. Miért? Amikor a rendőrautók maga mögött voltak, akkor miért ment egy furcsa útvonalon? A fodrászomra gondoltam, és elfelejtettem, hogy törzsvendég vagyok. Szerintem hülyeségeket beszél. Szerintem tudta, és azt hitte, hogy megúszhatja. Ez az én hibám. Aha. Azt állítja, hogy parkolóhelyet keresett, hogy fodrászhoz menjen. És Jim megadja neki a bizalmat. Beszélni fogunk a céggel, akiknek 20 fontot kell fizetnie a benzinért. Igen, uram. És remélhetőleg elintézzük annyival, hogy kifizeti nekik azt a pénzt. Nem hiszem, hogy szükség lenne arra, hogy letartóztassuk vagy bevigyük a rendőrösre. Ez tényleg nem nagy érték. Mr. Feledékenység nem felejtette el a borbéllyal a találkozóját. Én csak gyorsan megváltoztatom az időpontomat a fodrásznál, és megyek és fizetek. Szerintem, ha elmegy a fodrászhoz, és aztán fizet, az rendben lesz, ha még ma megteszi. Biztos benne? Igen. Ha elmegy, és többé nem felejt el fizetni. Igen, oké. Oké. Először követtem el ezt a hibát. És 5 lőfegyveres tiszt jelenlétében valószínűleg ez lesz az utolsó alkalom. Szóval, rendben. A hajvágáson gondolkodom, melyik lehet nyitva. Jim a lényegre tér. Tudjuk ki maga, tudjuk hol lakik, tudjuk milyen kocsit vezet. Fizesse ki azt a pénzt, különben jövünk és bekopogunk az ajtaján, és nem leszünk ilyen kedvesek. Rendben. Oké? Okay? Igen. Köszönöm, hogy együttműködő volt. A feledékeny tankoló állta a szavát, és még aznap kifizette a tartozását. Nem történt további intézkedés. Attól tartok, nem Nottinghamshire legkeresettebb embere, de ez van. Azért a munkát elvégeztük. És boldog napot zártunk.